egy kis retro kiállítás. Ma este lesz egy jó buli a kékfényben, és úgy gondoltuk, hogy összeszedünk pár régi tudtot, mint például Stallone-nek az eredeti Cobra szemüvegét a Cobra című filmből, vagy egy másik eredeti jugoszláv Adidas szemüveg, amit még a Bucsúban lőttem, látni az egyik üvegbetűt, mert talán az első alumínium töltény, Moncsicsi talán ezzel még én is játszottam volna, de ez nem az enyém volt, ami az enyém volt, a Hahota, a Smena, a zsebigazolvány, ami nevemre szólt, a régi emlékeket idéző, sajnos valakinek nagyon rossz emlékeket idéző, régi címeres. Bizonyítvány, megette egy útonatára, hogy nem lehetett az enyém, mert utána születtem. Ilyen fejhallgatókra nem volt pénzünk, pajtás újság gyárt valakinek, mindig megkapok rá egy évre. Ugyanazt írták, hogy a szocializmusban. Ezt majd egy nagyon jó barátom fogja megkapni, hogy manapság a Vörös Keresztnél dolgozik, gondolom örülni fog neki. Ugyanakkor született 60 éves, hó szemüveg nem volt hordva. Kérem szépen, ez a cukorka pedig a 12. világifjúsági találkozó Moszkvából 1985-ből. A rágógumi benne van ebben a vitt rágógumi tartóban. Kicsit beleposta, de hát olyan, mint az a kóla alatta, ami eredeti Pepsi van benne. Hozzátartozó Volkswagen-es Pepsi buszok, régi eredeti Pepsi-s doboz. Annak levágtam a tetejét, azért így fordítottam, de így nem látszik. Saját baby naplom Rubédivel, Zsiguli, panatta szappan, amiben megmaradt a szappan, skálaszőttes, nem tudom kinek volt rá szüksége, az a golyó, nem rádió, nem belsej, hanem egy késélező, 53-as, 77-es tintes kaládium, retroban, kacsintós buksza, valaki szerint nem ez volt az, de nekem ez a kacsintós buksza, 70-es évekbeli Corvette lemezautó, Ibusz és Express, akkor még volt mind a kettő, és elég jól megfelelődni. Lentkerekes Volkswagen, videótól szervizes autó, Hahota, amiről másolták a Smenát, ez volt még az eredeti szemüvegből. 7 melódis, 14 melódis óra. És a csúcs, az akkori Star Wars őrület Magyarországon. Az Idő urai, ami egy francia-magyar koprodukció volt. Mellette az időórai törőköző, amit szintén nagyon könnyen, nehezen sikerült megszerezni. Alatta, hogyha megnézzük, Gianni Morandi, kis lemez mellett, Terence Hill naptár, Munka és Szabadság naptár, Szabadnap naptár a Rábából, Szombatverő, és amikor leszállt az Apollo űrhajó 69-es vasnépe, mellette teiparos, hogy ígyunk-e kohát, tejet, abban egészség van, mögöttem volt egy nyári műsorfüzet a Magyar-Szovjet Szövetségtől 1953-ból. Panasonic International Magnum, aminek a párja, jelenleg. National Panasonic golyólakó Magnum, amit egy láncon kellett tartani, hogyha egy alámész olyan volt, mint ami a dugókat tartja. Tartotta régen a mosdokban, eredeti volános matricás és eredeti volános teherautó fölötte rendőrségi, valakinek még ilyen elvitték el sajnos nagyapját. Kobra szemüveget említettem, Polaroid, Sokol, ifjúság a szocializmusért próba, Magnósok kézikönyve, ismét egy skálaszörtös. Ez egy orosz birodalmi lépegető, annak felhúzós volt, eredeti kárcórák, akkor még őket hívták fóliával. A búgócsillan, ugye az igazi búgócsillan, ami egy körhintaként működött. Fölötte a 149 forintért megvásárolható alumínium doboz, Moncsicsi, Adidas cipő, csúsztartó, vagy tükördész mellette. Minden ismerős, minden ismerős. És érdeklődők. És érdeklődők, aki szintén szabadik. Szláva óra, Japán, vagy Kína, nem is tudom, hol volt akkor Hongkong, ez a levezeút, onnan jött. Folyó alakú szórás szifon, aminek, hogyha megnézed, a kijövő nyílása anyakibás volt, ez volt ritkább változat. Lehet, hogy ezt leértékelve adták, mert fehér marta, hogy mi lesz. Nem kapott egy bakelit bevonatot. BSF kazetta, Iron Maiden kazetta, Bonnie M, hogyha valaki ismeri a Light My Fire című számot, Amy Stewart-ot itt van az eredeti kis lemeze, szintén már szintén leszerezhetetlen darab. Autós kártyák mindenhol próbáltam mindenhol elhelyezni, egy Moszkvicsot, egy Rover, egy Volgát, egy Vartóval, egy Zasztalát, egy Zilt, egy Ziszt. Ez van. Tetszik nekünk, igen. Akkor ez a... Sankió ébresztő óra tökéletesen működik azonta is. Manuál Sankió beállítani a hengerrel, ott felül pedig az ébresztő gombja.
1966-ban vásárolt, máj napig működő, kitűnő, tökéletes állapotban, valószínűleg nem is használták ezt a hajszárítógépet, régi dombornyomott motoros képek, amik szintén már minden nehéz beszélni, amikor a körmenden avattak kidobosokat és úttörőket, ez a vasnépe abból az időből való. Hát igen, ismét egy zenélős órából van jó néhány darab. Irány, ahol érdemes elolvasni ezt a 60-as évekből épp, mert ugye az oroszok annól, hogy mondták, hogy majd hogyan a hold, és fel is megtett. Tehát ugye, bármint az űrbe fejült, nem is tudom, hogy pontosan, hogy volt ez. Kedvenc gyűjteményem darabja a videóton szerződes, nem kerekes Volkswagenból a műszeres vizsgálat lentkerekes Volkswagen busz, és a két perces Volkswagen busz, ami természetesen a per... Ez egy... Ja, még, bocsánat, azt a Martin Zeppelin egy régi hűtőről mentettem meg, az egy régi eredeti Pepsi matica. Nagyon nehezen lehetett hozzájutni. Nem is tudom, miért adtam elé ezt a sopani eszakos üveget. Mit mondjunk még? Szeretnék ezt. Van egy fotó, őről amit kell tudni. Ezt kérlek szépen Lukács ezen készült annól az óvodában. És ha jobban megnézed, ott a fejem mellett, ott a tetején, ott van az egy gyűrűsz, amit van. Pontosabban ezeknek az egyik másik változata. Mi napja ez volt az órában, de magasan volt akkor, mert nem lehet a fele játszani. Féltettük. De van itt 1981-es osztrák szalvéta egy állatkertből, nem tudom, hogy miért került. Fogalmam sincs, hogy miért került. Tudom, valamiért ide került. Igen, kincses kalendárunk, nekünk retro 77, a kincses kalendárom meg 77-ben retro volt egy 53-as kincses kalendárium, ami már szintén elég nehezen beszerezhető. Ez pedig itt egy naptár volt, tetején volt egy gomb, minden nap kellett rajta egyet nyomni, hogy hány edéka van. Elég bonyolult szerkezet. Ez a kiállítás. Szeretjük a retrót. Gyűjtjük.